Ezek az átemelő szivattyúk is részei az új rendszernek Tiszatelkem. Több mint 2000 lakó ingatlan szennyvízel vezetését oldotta meg ez a beruházás. A beruházás 2016-ban kezdődött, és 2023-ban végződött a mai nap, tehát ez egy hosszú időszak volt. Ez megkönnyíti a lakosságnak a gondjait, problémáit a szennyvízelvezetésben. Előtte ráhordásos szennyvíz telepünk volt, ahol szippantókocsikkal szállították a szennyvizet. Mióta át van adva a beruházás, azóta szorgalmasan kötnek rá a lakosok, naponta jönnek kérelmekért, és ügyesen megy a bekötés, amivel megkönnyítettük a helyzetüket. A központi szennyvízgyűjtő telep Kemecsén van, viszont a beruházás több településre is kiterjed. Része a fejlesztésnek Újdomrád, Beszterec, Tiszarád és ilyen Nagy Halász is. Nagy Halászban is sikerült megoldanunk a problémánkat. Sikerült 2 éve csatlakoznunk ehhez a ECMO 2 fejlesztéshez, amiben a kült előtti lakott helyeinknek a szennyvíz elvezetése megoldott lett. Körülbelül egy 200 ingatlant érint, több mint 500 lakos, aki élvezheti ennek az előnyét. A projekt záró rendezvényén a kivitelező képviselője azt mondta, egy ilyen korszerűsítésnek a környezetre gyakorolt hatása sem elhanyagolható. A most elvégzett beruházás gyakorlatilag ez egy 8,5 milliárdos beruházás lett így a végére. Körülbelül több mint 2000 lakóingatlan került bekötésre, ami azt jelenti, hogy napi szinten egy ilyen 1500-2000 köbméter szennyvíz már nem a házi derítőkbe kerül, hanem tisztítással a szennyvíztisztító telepekre. A beruházásnak volt egy másik projekteleme, ez a cigány település, ahol volt szennyvízító telepük, de egy új, modernebb technológiát építettünk be. Ez azért is érdekes, mert ezek a telepek, a Gáovencsellő és az Aranyosapáti is sodorvonali vezetéssel a Tiszába kerülnek. Sikerült a beruházás végére elérnünk azt, hogy a kezeletlen szennyvíz, ami beérkezik a szennyvíztisztító telepekre, az kezelés után minden magyar jogi szabálynak megfelelően határértéken belül érkezik a befogadóba, ezáltal nem terheljük magát a környezetet, a talajvizet. Mert a legtöbb probléma a nem megfelelő házi ülepítőkkel van, ahogy folyamatosan a talajvizet terhelik a vízzáróság miatt. Sesták Miklós országgyűlési képviselő szerint a most lezárult projekt a 21. század alapvető igényeinek egyikét biztosítja olyan kis települések számára, amelyek önerőből nem tudnának finanszírozni egy ilyen mértékű beruházást. Azt gondolom, hogy egy kis település érhetőségéhez vannak bizonyos alapvető dolgok. Kellenek infrastruktúrák, kellenek utak, és ugyanilyen az, ha egy szennyvízfejlesztést is megvalósul egy településen, hiszen enélkül már most 21. században nem nagyon lehet egy kis településen normális szituációt teremteni. Ez a fejlesztésnek pont ez a lényege, hogy 3 településen olyan fejlesztés valósult meg, amit az önerőből ez a település soha nem tudott volna megvalósítani, ezért üdvözlünk minden ilyen fejlesztést a jövőben is. Tiszatelken a szennyvízgyűjtőkből a szennyvizet korábban szippantókocsival szállították el. A településeken jelentősebb ipari szennyvízkibocsátó nincs, ezért kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik. A most kivitelezett rendszer nagyban könnyíti meg az említett településen élők életét és tehermentesíti a környezetüket.